Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami egy olyan videó lesz, amit tudom, hogy hónapok óta vártok, hónapok óta kértek tőlem, és én mindig csak annyit mondtam, hogy legyetek türelmesek, és higgyétek el, hogy előbb-utóbb elkövetkezik ez a pillanat, és ez a pillanat nem más, mint hogy én, azaz Rebeka, újra elkezdek lovagolni, és hát ha még csak ennyi lenne, de Enjoy felköltözik Pestre, úgyhogy a mai nap az, amikor összepakolunk, felrakjuk a kis macskát a lószállítóra, és elindulunk. És holnaptól bármikor lovagolhatok, minden egyes nap mehetek hozzá a lovardába, és megint nagyon-nagyon boldog leszek, úgyhogy remélem, hogy ti is annyira örültök neki, mint én. Nagyon régóta vártam már ezt a pillanatot. Nem szeretném elmondani, hogy melyik lovardába fogunk járni, és az se, hogy hol van, viszont remélem, hogy velem együtt örültök. És innentől kezdve majdnem, hogy bármikor tudok nektek lovas videókat csinálni, mert ott lesz mellettem a ló, fogok rendszeresen lovagolni, elkezdjük a versenyfelkészülést is, és hogyha minden jól megy, akkor az idei szabadtéri szezonban már megint versenyezni fogok. Úgyhogy, júj! Nagyon izgulok, és nagyon örülök neki, úgyhogy... Hát ebben a videóban ezt fogjátok látni. Én már fel vagyok öltözve, az itthoni cuccból kellett gazdálkodjak, úgyhogy ez a kis válogatott jackike, vagy hát mihez melegítő, pulcsika van rajtam. Mindjárt kimegyünk a tanyára, összepakoljuk ott a cuccokat, utána pedig indulunk is Pestre. Juhuu! Izgulsz? Itt hagylak. Nem mint, hogy eddig itt lettem volna, de elviszem a macskát. Jó! Kiértünk a tanyára, elkezdjük a pakolást. Júj! Nagyon! Most már tényleg itt tartunk. Ha tudnátok amúgy, hogy mióta szervezésben van ez, hogy én tudjak felköltözni, mert hogy nem én felköltözni, hanem a macska költözzön. Mindig láttam a kommenteket. Mikor kezdesz el újra lovagolni? Mikor kezdesz el újra lovagolni? Hello! Te még nem tudod, hogy mi fog történni. Igen, jól néz ki a kamerát. Ja, igen. Sanyi most látta meg, hogy össze van törve. Nagyon látom egyébként magam, tehát amikor felfele nézek, nem rátok, akkor se látok semmit. Szóval, az a helyzet, hogy jelenleg nekem ugye nincsen saját ládám, mert miért is lenne, amikor volt egy egész nyergesem, nyergesünk, ez így kicsit nagyképűen hangzott. Úgyhogy ezt a zöld ládát fogom elvinni magammal addig, amíg nem találok olyan ládát, amit úgy érzem, hogy nekem a legkézenfekvőbb, legpraktikusabb, legjobban el tudok benne pakolni. Úgyhogy lássuk, hogy ez hogy néz ki. Hónapok óta nem néztem bele, úgyhogy ez most egy igazi reakció. Ó, wow! Tehát ez most tényleg a valóság. Ahogy kinéz egy tárolós szekrény, egy széteső tárolós szekrény, amit egyébként senki nem használ. Úgyhogy, hát ezt nem is akarom tudni, hogy ez micsoda. Az első lépés mindenképpen az lesz, hogy ezt nagyon gyorsan kitakarítjuk, mert hát ez nevetségesen néz ki. Jaj, szúszuka, de megijedtem, te jó ég. Úgyhogy kezdjünk ezt hozzá. Egyébként, hogyha valaki tud nagyon-nagyon jó ládát, amit nagyon szeret hétköznapi használatra, akkor, hogyha azokat a komment részlekbe leírnátok, akkor egyébként azt megköszönném, mert fogalmam nincs, hogy miért szeretnék, úgyhogy várom az ötleteket. Na, alakulunk, az az igazság, viszont kezdek rájönni, hogy nekem valószínű kell majd mennem vásárolni egyet, mert kelleni fog. Jelenleg így néz ki az a legszörnyűbb egyébként, ahogy ott be van rakva. Itt van, ami a lónak kell, ahhoz, hogy lovagoljak, az már itt van. Már raktam el kesztyűt is, pálcát és csizmát. Most fognak jönni azok a dolgok, amik igazából nekem kellenek, és a lónak igazából ilyen istáló felszerelés, akkor ápolós cucc, meg ilyenek. Úgyhogy igazából folytassuk is, mert kezd hosszúra nyúlni ez a pakolás. Egy az, hogy elkezdett fájni a fülem, úgyhogy felvettem egy sapkát, kettő meg, hogy hogy van az, hogy itthonról eltűnik a kobakom? Amikor egy éve nem lovagolok,
Senki nem nyúlt ehhez, és a táskájából eltűnt a kobakom. Megvan, téves riasztás. Szóval, szerintem meg vagyunk igazából. Ez az oldal szinte teljesen üres maradt. Úgy gondoltam, hogy ilyen ápolós cuccokat, meg nem tudom, ilyen kis apróságokat, azt mindenképpen veszek majd magamnak. Még a sarkantyúimat kell elrakni, most látom, hogy az egyáltalán nincsen. Egyébként viszont minden megvan. Raktam el két munkaalátétet, ezt az alátétet nem is tudom igazából, hogy minek viszem, de elviszem. Nyereg, két heveder, egy sima, egy hasvédős, egy zabláskantár, itt van egy hakamoros kantár, és a nagy hakamor is, a biztonság kedvéért. Itt van a kötőféke, két fásli, invédő, bokavédő, a versenyinvédő, bokavédő, kobakom, pálcám, kesztyűk, egy ápolószett, egy összekötő, a csillogós homlokszíjamat mindenképpen viszem magammal, egy polártakaró, egy kinti takaró és a csizmám. És körülbelül szerintem ennyi, ami kell nekem. Aztán, hogyha menet közben véletlenül valamire mégis szükségem lesz, azt vagy elviszem itthonról, hogyha itt van, csak nem vittem magammal, vagy pedig veszek újat. Úgyhogy szerintem készen vagyunk, úgyhogy hazamegyünk gyorsan kajálni, és utána indulhatunk is. Juhú! Kész! Minden! Indulás! Hello! Gyere úgy! Gyere gyorsan! Jój, na nézd meg, de csúnya vagy! Hogy menet ez? Készen állsz? Na gyere! És akkor ezzel a hatalmas nagy lendülettel látsz így? Látlak. El is indultunk, Enjoy hátul, Sanyi egyel előrébb, de hátul, én itt, és édesanyja is itt. Édesanyja vezet, mi pedig nézünk, és ha minden jól megy, akkor 1 óra 50 perc múlva ott is vagyunk a lovardába, és igen, ha valami van, akkor menet közben jelentkezem. Viszont ha nincs, akkor meghívjanak titeket az utazás fáradalmától, és ott találkozunk. Vettem egy kiszikét. Jó kis vegán kávé. Brokkoli chips. Ennek a rizses puffasztott valaminek pizzás verzióját még nem kóstoltam, és imádom a pizzás ízesítési dolgokat, úgyhogy ez muszáj volt. Ezen kívül kofóla. Erről szerintem nem kell beszélni, ezt mindenki tudja, hogy problémáim vannak, és nem szabadna, de ezzel most kivételt tettem, és még vettem egy ilyet, amit édesanyja a reptéren vettem oda-vissza. Ez a cékla, paszternák, és még valami, azt hiszem, hogy sima krumpli, de nem tudom. Ez az egyen nagyobb verzió, mint amit a reptéren árulnak, és édes burgonya volt, tényleg. És nagyon finom, úgyhogy vettem egy ilyet is. Most táplálkozunk, egyébként Petőfi szállásnál vagyunk, úgyhogy annyira sokat még nem haladtunk, de úton vagyunk. Mindjárt odaérünk. Egész pontosan 5,5 kilométerünk van hátra, és megérkezünk. Édesanyja nagyon koncentrál, én itt vagyok, Sanyi azzal tölti a szabad idejét, hogy engem idegesítsen és piszkáljon, és inzultáljon. Egyébként egészen jól bírom. Mondjad, mondjad, ha nincs igazam. Halak. Úgyhogy 5 kilométer múlva találkozunk. Amúgy jön értem Bence, és ő fog hazavinni. Végre, mindjárt odaérünk. Egyébként egyetlen egy ember eddig, de egy ember kitalálta, hogy Enjoy felköltözik hozzám. Már van, aki sejti, vagy tudja, hogy ez a mai programunk. És aki azt írta, hogy Csikója lesz, az nagyon nem tudja, hogy mit történt. Enjoynak nincsenek meg a megfelelő nemi szervei ehhez a feladathoz, mondjuk így. Tehát, hogyha ha a lány lenne, ami nem, akkor is hiányosak lennénk, viszont mivel nem 100%-osan fiú, így ez is sajnos hiányos, tehát
Egy valami biztos, kevés ilyen dolog van, ami ilyen biztos, mint az, hogy az Enjoynak nem lesz csikója. Szia, szépség! Megérkeztünk, Nyuszika! Gyere, költözünk be! Szia, Mucuska! Hát beköltöztünk, gyerekek! Ez az átmeneti helye az én kis Nyuszikámnak. Sanyi most felírja, hogy mennyit hamizik. És nem olyan sokára lesz majd egy új helye, egy igazi baráttal, akivel már van egy kis múltjuk is, de ezt majd csak akkor mutatom meg, hogyha már tényleg ott tartunk, úgyhogy jelenleg ez az ő kis helye, ma hagyom pihenni, hogy az utazás fáradalmait ki tudja pihenni, és holnap kezdjük az edzést. Nem tudom még mikor, de holnap jövök hozzá. Beköszönök még nektek egy kicsit később, viszont most elkezdek kipakolászni, hozom szépen a kis ládámat, azt is megkeressük, hogy hova rakjuk le. Úgyhogy remélem, hogy ti is annyira örültök, mint én. Majd pár vágóképet még bevágok és bejövök elköszönni, de a videó nagyja igazából ennyi volt. És természetesen a beköszönés az elmaradt, úgyhogy megint a vágásról jelentkezek nektek. Két nappal később vagyunk egyébként, és Enjoy imádja a helyét, nagyon jól érzi magát, legalábbis én így látom. Nagyon jó újra lovagolni, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jó döntés volt, és nagyon örülök neki. Pár vágóképet viszont tényleg kaptok még, úgyhogy maradjatok itt még egy picikét, de nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, dobjatok rá egy lájkot, hogyha tetszett, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Insta nevem mindig lent van a leírásban, most pedig jöjjenek a vágóképek. Sziasztok!